Na hát, sziasztok! A mai videóban elhoztam egy elátkozott és hátborzongató helyet nektek, úgyhogy tartsatok velem! A Babák szigete Mexikó. Bár megközelítése meglehetősen macerás, mivel egy mexikói mocsár közepében álló szigetről van szó, mégis egyre több turista keresi fel a helyet. A legenda. A Babák szigete legendája szerint egy kislány megfulladt itt, és a babák az ő lelkéhez kapcsolódnak. A hiedelem szerint a babák mozgatják a fejüket, kezüket és szemüket. Néhányan azt állítják, hallották a babákat egymással suttogni, és olyan is van, aki szerint a babák képesek odacsalogatni embereket. Az egyik legfélelmetesebb történet sok-sok évvel ezelőtt kezdődött, amikor a sziget gondnoka Don Julian Santana Barrera megtalálta egy vízbe fulladt kislány holttestét. Nem sokkal később egy közeli csatornában egy úszó játékbabát is talált, nyilvánvalóan korábban a halott lányé volt. A babát felaggatta a sziget egyik fájára a féle mementóként. A gondnok ezután 50 évig gyűjtötte a kidobott torz megcsonkított babákat, a közelállók szerint kicsit meg volt zakkanva, illetve meg volt győződve a gondnok arról is, hogy a babák halott kislányok szelleméhez tartoznak. Minden esetre 2001-ben a gondnok szintén a mocsárba fulladt, történetesen pont ott, ahol fél évszázaddal azelőtt a kislány. A turisták ezután kezdtek el özölleni a szigetre, hogy újabb nyugtalanító babákat hozzanak ide. Remélem tetszett a videó, találkozunk legközelebb is, sziasztok!